Bejelentette az ETFC, hogy június 1-től Dragoner Attila lesz az Egerszegi Klub sportigazgatója. A poszt Salló István tavaly nyári távozása óta betöltetlen volt a klubnál. A 47 éves, korábbi 28-szoros magyar válogatott védő idehaza játszott a Honvéd, a Stadler, a Sopron és a BVSC csapataiban is ám idehaza leginkább a Ferencváros labdarúgójaként ismert, miközben külföldön légióskodott a Fortuna Köln és a Vittorio Gimárez csapataiban is. Később az FTC utánpótlásában dolgozott, 2017-től pedig az MB2-es Soroksár ügyvezető igazgatója volt. Júniusig a másodosztályú munkáját segíti még, utána lesz hivatalosan is az FC sportigazgatója.